A november a megemlékezések és az elmúlás hónapja. És ha kinéznénk erre felé jövet az ablakon, a lombjai hullató fákat és a térdek részülő természetet láthattuk. Számunkra ez az időszak és a visszatekintés az elmúlt év munkájára, eredményére, és úgy, ahogy ezt tesszük én már 43 éve, a megmaradás, az évszázados értékek megőrzése, a fiataloknak való továbbadása a feladat, és az nem is feladat. De ahogy a fák lehullatják leveleiket, úgy tavaszra újult erővel hajtanak ki, mert ez a természet rendje. Mi pedig többek között ezen a névzenei találkozón igyekszünk, ahogy a terem sarkával lévő dobkártyák felmelegíteni a termet és bennünket, ezt a lángot belapni mindannyiunk szívébe, hogy egész télen, egész évben melegesse a lelkünket. Mert a népzene, az ének, a tánc olyan, mint a soha el nem alvó láng. És ezt őrizzük, őrizzük meg mindannyian. Ezzel a pár sorra kezdtem volna meg a mai műsort. És akkor szeretettel köszöntöm az itt jelenlévő vendégeinket. Külön kiemelve a Vajdasági Magyar Művelési Szövetség alelnökasszonyát, Kistóth Erikát. Hölgyek elsőségben az Összetartozunk Szövetség elnökasszonyát, Szani Mariannát, Hódmezővásárhelyről. Az Erdély község polgármesterét, Szeglédi Rudolfot. És Baksa Józsefet, a Nemzeti Együttműködési Közösség elnökét szintén megmutatom. És ezzel én a mai programot meg is nyitnám azzal, hogy kivételesen nem egy kimondottan népzenei programmal Baráth László tárgató művész fogja megindítani a műsort. És egy pár szót el fog majd mondani magáról a hangszerről. Fogadja egy szeretettel. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy önök között lehetek. Mivel nem egy tájjellegű a tárogató, ez külön örömet jelent számomra, hogy mint talán az egyetlen deklarált vajdasági tárogatós egy kicsit azért bemutassam ezt az ősi magyar hangszert, ami történelemben 2000 évre tekint vissza, de a mi történelmünkben több mint 1000 évre emlékezünk, talán Árpád apánk ennek a hangjára, a tárogató hangjára lépte át a vereckei hágót. A Rákóczi szabadságharcba kapta meg a jelentőségét, és azóta úgy létezik, mint a szabadság jelképe. Úgy is mondják, hogy a magyar lélek hangja. 2014 óta, mint Hungarikum létezik, és én végtelen örülök, hogy a Magyarországi Rákóczi Tárogató Szövetség soraiba vett, és missziónak, tehát feladatnak veszem, hogy délvidéken minél gyakrabban megszólaljon ez a hangszer. Két tárogatós nótát fogok Rákóczi korszakból elfújni. Az egyik neve, hogy Turulmadár, a másik pedig Rákóczi Toborzó. Majd Lavotta Jánosnak, híres 19. századi zeneszerzőnek megpróbálom kicsit a verbunkos és a komponált zenéből egy kis részletet közvetíteni. Köszönöm, hogy meghallgatnak.